Szép jó napot kívánok minden nézőnek! Mai vendégünk Babják Bence, 19 éves diák, az Ady Endre Gimnázium tanulója. Szervusz Bence! Jó napot kívánok, köszöntelek téged is a kedves figyelő közönségünket. Kérlek, mesélj egy kicsit magadról. Bővebben, ugyanis én csak alapadatokat közöltem. Hát utolsó éves vagyok, úgy érzem, hogy sikeres 4 és 3/4 év áll mögöttem, hiszen ECDL vizsga, emelt szintű érettségi, mind úgy érzem, hogy amiért idejöttem, azt sikerült teljesíteni, plusz még emelt olyan pozitív benyomások is értek, mint a sűrűségben való részvétel, meg hát kétségkívül ugye most úgy gondolom, hogy sportújságíró szeretnék lenni, és az újságírás irányában itt az Adiban indultam el. Ilyen, hát én tudom, hogy miért, de az végül is nem publikus, de hát végül is egy ez már így alakult, úgyhogy szerintem mindenképp megérte ide jönni. Mesélj kicsit többet erről az iskola újságról, illetve a sport újságírói pályafutásodról. Hát az iskola újságban elsősorban az akkori főszerkesztő Vágbölgyi Gergő útján kerültem be. Kezdetben a röpi csapatról írtam, aztán később a fociról, majd a sportról, aztán később már másról is, közvetlen témákról is. És az igazgatónő talált egy pályázatot az interneten, hogy egy diák újságíró képzésre lehetett jelentkezni, és azt mondták, hogy kedvezményesen elvégezhetem, kedvezményesen el is végeztem, és ott volt egy szerkesztőség látogatás a Nemzeti Sportba, és hát ott is szerencsém volt, végül is bekerültem, ott írattak velem egy próbahírt először rögtön a legelején. Gondolom láttak bennem valami tehetséget, fantáziát, és akkor először küldtek vízilabdára, aztán focira, és azóta szinte minden hétvégén küldenek valahova. El is fogadnak, még elég segítőkészek is. És nem azt érzem, hogy féltik a pozíciójukat, hanem próbálnak segíteni, ahogy csak tudnak. És milyen sportágakról írsz, mikben vagy jártas? Hát labdarúgás és vízilabda elsősorban. Hazai labdarúgás és vízilabda. Így pontos. És az iskolára visszatérve, ugye már felsoroltad az eredményeidet, de ugye így érettségi előtt, igen, hogy érzed, hogy fog sikerülni a jövődet, megfelelően meg tudod alapozni? Az érettségivel? Igen. Hát nem hiszem, hogy az érettségivel lehet a nagyon fontos a továbbtanulás miatt, az egyetem miatt, de mondjuk, hogy most valaki azt mondaná nekem, hogy mondjuk nem fog jól sikerülni az érettségit, de összejön már a nemzeti sportnál fogsz dolgozni, akkor azt aláírnám inkább. Úgyhogy, de mi ezt nem mondja senki, úgyhogy most természetesen az a cél, hogy minél jobb érettségit elérjek, minél jobb eredményeket, és aztán majd ősztől, most mondanám, hogy egyetemre járni, de hogyha még egyszer mondom, ha nemzeti sport ősztől, akkor az egyetemet simán halasztanám, vagy áttérnék levelezőre. Tehát most nagyon fontos, és mindent bele, de nem hiszem, hogy ezen fog múlni igazából a jövő, inkább szerencsém. És a továbbtanulást hol tervezed? Hol adtad be jelentkezésedet? Anglisztika szakokra. ELTE, Pázmány, Károli. Jó esélyekkel indulsz? Reális esély megvan, de ha erre gondolsz pontszám alapján, akkor ugye tavaly 340 volt az ELTE, azt hiszem, vagy az ELTE 360, vagy egy ített plusz-minusz 10 vagy 20 pont. És hogyha nem emelnek nagyon drasztikusan, akkor illene bekerülnem, akkor ha nem írok 70 meg 60-as magyarokat, meg matekokat, vagy matekból még bele is férne akár, csak magyarból körülbelül a 80-at közepén teljesítem, akkor elvileg bent vagyok. Értem. Mesélj egy kicsit az iskolán kívüli, illetve a munkán kívüli hobbiaidról, sporton kívül, miket szeret csinálni. Hát ugye jó újságírónak olvasni kell sokat, ezért olvasunk sokat. Elsősorban nemzeti sportot, de hogyha nem nemzeti sportot, akkor Kokosztányit vagy Krúdit, mert azt mondták nekem, hogy nagyon lehet fejleszteni a stílust ezzel a két 20. századi magyar szerzővel. Egyébként ez igaz, mert mikor meccsek előtt néha Krúdit olvasok, vagy Kosszányt, akkor a fogalmazás egyébként tényleg jobban megy, még ott van az ember fejében, meg ilyenek. Tehát olvasás. Szeretem nézni a focit, a komplet a sportokat, meg úszni, focizni, nagyon ritkán futni. Ahhoz már én öreg vagyok, meg lusta. Hát moziba járni, bár oda is most már nagyon ritkán. Inkább szeretek vagy a barátaimmal lenni, vagy egyedül. Mert mostanában, főleg idén már úgy nagyon sokszor volt az, hogy
nagyon tömörek voltak a napok, és sok program volt egyszerre, ugye a szallgató próbák, a tánc próbák, akkor ide-oda menni, és néha úgy jó, hogy egyedül lenni. Hát vagy a barátokkal, vagy egyedül. Ilyen típusú filmeket kedvelsz? Hát amiben nincsen Sas József, meg Huszti Péter. Nem, hát... hát egy-két kedvencet. Hát az abszolút kedvenc az a Gladiátor, és azok a filmek, amik még bármikor jöhetnek, az a hetedik, Forrest Gump, Ponyvaregény, mondjuk ezek. Köszönöm szépen, Bence, hogy itt voltál. Én köszönöm a megtiszteltetést. Köszönöm nézőink figyelmét. Jövő héten Zsarakó Balázzsal beszélgetünk. A viszontlátásra. Várjál, kicsit. Jó napot kívánok minden kedves nézőnknek. Nem mondta, hogy mehet. Szép napot kívánok minden egyes nézőnknek. Rossz volt, na jó. Személy szerint minden egyes nézőnek? Nem, ez a minden egyes nem kell. Bunkó. Hallod, jó kamerában nézek ilyenkor? Jó. Nem, majd onnan vettek abban nézni. Szép napot kívánok minden nézőnek. Jó, most jól fogom. Szép... Jó napot kívánok minden kedves nézőnek. Mai vendégünk Babiak Bence, 19 éves diák, az Ady Endre Gimnázium tanulója. Jó estét kívánok, köszöntöm mindenkit, elsősorban a Aradi Bence média tanárulat. Bence, vágjunk is bele. Először is... Nem tudtam kiadni. Apukám, egyik osztálytársam szerelmesen Balkán Bondnak nevezte el, mivel ugye rendőr volt, most már a minisztériumban dolgozik. Hát teljesen átlagos apa-fiú kapcsolat, kicsit több pucérsággal kellett élni, amint hogy ez félreérthető, ezt majd vágjuk ki. Csapó, egyes. Jó. Frost versus Nixon. Jó estét kívánunk, kedves nézőink! Ez itt az Érdektelen Emberek érdektelen beszélgetése még érdektelenebb emberekkel. A mai vendégünk, bezűrött hipkincseves alkoholista, Koltai László. Máté. Az, köszöntelek a stúdióban. Hát, mesélj egy kicsit magadról, hát ha érdekel valaki. Mit szeretnél tudni? Nagyos a lábműletek. És hova fogsz tovább menni? Hát honnan tudjam, valószínűleg nem vesznek fel sehova. Aztán izé majd elmenjek. Hát majd eltartanak. Jó van, hát akkor ennyi volt a mai műsorunk. Tehát köszönjük szépen. Befele nem kellett volna azért, de... Itt kérdez egy ilyen Yeti! Nem Yeti, Peti!